éket virágszál. Hozzád eljöttünk, szép szűz Mária, Ékes virágszál, hozzád esetünk, szép szűz Mária, könyörög értünk. Tüdvögöknek királyné a tiszta szűz, érjed a te szent virágot, ékes virágszál, hozzád eljöttünk, szép szűz Mária, könyörög értünk. Ékes, ékes virágszál, hozzád eljöttünk, szép szűz Mária, könyörög értünk. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Édes Jézus, neked élek, édes Jézus, neked halok, életemben, halálomban, édes Jézus, tiéd vagyok. Újabb lendülettel sietünk. Ezt a látvány, olyan, mint Csíksomlyó. Magyaroknak nagy asszonya! Magyaroknak nagy asszonya, tiszta szűz, érjed a te szemnyadat, életünk. Egy házunknak édesanyja, tiszta szűz, érjed a szent fiadat érettünk. Ékes virágszál, hozzád eljöttünk, szép szűz Mária, édesanyja,
szent fiadat érettük. Ékes virágszál, hozzád eljöttünk. Szép szűz Mária, szent fiadat érettük. Ékes virágszál, hozzád eljöttünk. Szép szűz Mária, halotti beszéd és könyörgés. Látjátok feleink szemetekkel, mik vagyunk, bizony por és hamu vagyunk. Mennyi malaszban teremtette Isten elsőként a mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki az paradicsomot házul. És minden paradicsomban való gyümölcsökből mondá neki élnie, csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. De mondá neki, miért ne egyél, bizony ki napon eszel azon gyümölcsből, halálnak halálával halsz. Hallá holta teremtő Istenétől, de feledi. Engede ördög késztetésének, és evék azon tiltott gyümölcsből, és azon gyümölcsben halált evék. És azon gyümölcsnek oly keserű volt a leve, hogy torkukat megszaggatta. Nem csupán magának, de mindő fajának halált evék. Haragudott Isten, és veti őt ez munkás világba, és lőn halálnak és pokolnak feje, és mind ő nemének. Kik azok, mi vagyunk? Ahogy ti is látjátok szemetekkel, bizony egy ember sem kerülheti el a vermet, bizony mind ahhoz járók vagyunk. Imádjuk, Urunk Isten kegyelmét, ezért a lélekért, Zoltán testvérünkért, hogy irgalmazzon néki és kegyelmezzen, és bocsássa mind ő bűnét. És kérjük Szent Asszony Máriát, és boldog Mihály arkangyal, és minden angyalokat, hogy imádjanak érette. És kérjük Szent Péter Urat,
akinek adatot hatalom, oldania és kötnie, hogy oldja mind ő bűnét. És kérjük minden szenteket, hogy legyenek néki segítségül, Urunk színe előtt, hogy Istenő imádságuk miatt bocsássa meg ő bűnét, és szabadítsa meg őt az ördög üldözésétől, és a pokol kínzásától, és vezesse őt a paradicsom nyugalmába, és adjon néki a mennyei országba utat, és minden jóban részt. És kiáltsátok Urunkhoz háromszor, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Szeretett testvéreim, imádkozzunk el lélekért, akit az Úr-e napon e hamis világ tömlöszéből kimentett, akinek e napon a testét temetjük, hogy az Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelébe helyezze, hogy bírságnap jutva mindő szentei és választottai között, jobb felül állítva támassza fel őt. És ti benneteket is, kik itt jelen vagytok, és minket is. Klamát Eter, kiáltsátok Urunkhoz háromszor, Kyrie eleison.